Akvinkumi híd, civilek is bekapcsolódhatnak a tervezésbe. Mosolytáska, gyűjtőakciót szervezett a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Születésnapi koncert, 30 éves a Felső Krisztina Városi Gitáros Együttes. Köszöntöm Önöket, a Budai Híradót látják, 19 óra van. Ma van a Véradók Világnapja. Az Országos Vérellátó Szolgálat egy úgynevezett önkéntes véradó virtuális kártyával szeretné meghálálni a donorok segítségét. Az applikáción, PDF-en vagy plasztik formában elérhető kártyával a véradók több mint 1000 kiskereskedőnél és helyi szolgáltatónál vásárolhatnak kedvezményesen a véradásuktól számított fél éven belül. A rendszeres donorok pedig különböző fokozatú, bronz, ezüst, arany, valamint gyémánt pelikán díjas véradó kártyát és ezzel további kedvezményeket kaphatnak. További részletek az OVS honlapján olvashatók. A Budapesti Fejlesztési Központ, a MÁV és a Fővárosi Önkormányzat szakértői folyamatosan egyeztetnek a leendő Akvinkumi híd sorsáról. Első körben az itt élők véleményére kíváncsiak, aztán tanulmányterveket dolgoznak ki, szintén a civilek bevonásával. A lehetőségek között viszont az is szerepel, hogy egyáltalán nem épül meg az Észak-Budai híd. Már 1960-ban szerepelt az elképzelések között, de lehet, hogy 2060-ban sem épül meg. Az észak-budaiak közlekedési problémáinak megoldása lenne a feladata, de lehet, hogy más típusú fejlesztés jobban szolgálná a köz érdekeit. Az Akvinkumi hídról társadalmi egyeztetést indított a főváros. Szeretnék tudni, hogy szükség van-e a hídra, és ha igen, akkor milyen hidat építsenek, legkorábban 25-30 év múlva. Régóta tervezik az Akvinkumi hídnak a megépítését, több évtizede szerepel a fővárosnak a szerkezeti tervében. Mi viszont nem gondoljuk, hogy egy terv csak azért, mert régi, feltétlenül jó is. Úgyhogy most leporoljuk először a terveket, és megvizsgáljuk, hogy szolgálják-e a jelenkornak a kihívásait. Ebben nagyon fontosan tartjuk, mert célok meghatározásakor is bevonjuk az embereket, ezért kezdtük el kérdőíveken is keresztül megkérdezni a budapestieket, illetve tárgyaltunk a kerületi, érintett kerületi polgármesterekkel, hogy már a célkütízéskor is egy közös célunk legyen, egyetértés legyen az emberekkel, mert azt látjuk, hogy más hasonló beruházásoknál ezek nyilván sok konfliktussal járnak. Nagyon nehéz kompromisszumra jutni a megoldásokban, nyomvonalváltozatokban, ilyesmiben, hogyha a célokban nincs egyetértés. Úgyhogy nyilván a harmadik kerületnek és szinte minden vagy talán az összes budapesti kerületnek a közlekedés az egyik legnagyobb problémája. Most megnézzük, hogy az Akvinkumi híd megépítésével tudunk ezen javítani, és hogy igen, akkor hogyan. A kérdések arra is vonatkoznak, hogy ki milyen közlekedési eszközt használ a környéken, mert ezekből a válaszokból kiderül, hogy ha kell híd, akkor milyen legyen. Közúti, közösségi közlekedési és kerékpáros, gyalogos vagy milyen kombináció. Illetve a másik kérdés, ha nem kell híd, akkor milyen fejlesztések szükségesek. Mindenre körülbelül egy év múlva kapnak választ a szakértők. Most forrás arra van, hogy az egyéves vizsgálat lezajjon. Nagyjából egy év múlva fogjuk látni, van-e olyan opció, amit érdemes megvalósítani, és onnantól kezdve még hosszú idő kell elteljen a megvalósításig. Ugye ökölszabály szerint Budapesten 15 évente épül egy Dunai átkelő, most számolva itt a hidakat és a Duna alatt fúrt metró alagutat is akár, tehát ez 15 évente is, abban szakmai konszenzus van, és előkészítettsége okán is egyértelmű, hogy délen van szükség először egy új déli Dunahídra, ez követi egy északi, tehát legjobb esetben is valószínűleg itt azért évtizedes táblatokról beszélünk, de el kell kezdeni előkészíteni ezt a munkát, és nagyon fontos, hogy már az elején bevonjuk az embereket, mert teljes joggal kérdezhetik az emberek, hogyha később értesülnek róla, vagy hát itt már van egy kész terv, egy elképzelés, őket nem kérdezték meg erről, akkor már sokkal nehezebb, hogy is mondjam, zöld útra terelni az egész kérdéskört, ezért fordulunk most is a budapestiekhez. Támogatható alternatíva esetén további forrásokat is kell találni a megvalósításhoz, hiszen a híd tervezése is milliárdos, megépítése pedig sok tízmilliárdos keretet kíván. Hogyha arról születik döntés, hogy nem szükséges hidat építeni, nyilván akkor is lehet fejleszteni a városnak a közlekedését. Egyébként én egy szempontot látok, ami abba az irányba vezethet, hogy ne épüljön híd, nyilván mindenki ettől fél, ez a közúti forgalomnak a növekedése, hogy az autóforgalom növekedjen. Nekünk ez semmiképpen nem célunk, ez az elejétől ilyen szempontból kicsit szűkített a paletta, tehát az az opció, hogy egy ilyen autópályállegű hidat építsünk, ami hatalmas forgalmat visz a környékre, ezt semmiképpen sem támogatjuk. Úgyhogy az a kérdés, hogy tudunk egy olyan hidat találni műszakilag, ami, hogy is mondjam, megnyugtató válaszokat tud arra találni, hogy nem fog növekedni a városban az autóforgalom, vagy akár éppen, hogy a forgalomcsillapításnak az ügyét tudja szolgálni, nyilván amellett, hogy közösségi közlekedés, gyalogos, kerékpáros, rolleres, stb. Módokat pedig segíti.
A közösségi tervezés.budapest.hu oldalon nagyon sok vélemény érkezett az önkormányzathoz. Ezeket figyelembe véve őszre több alternatívát kidolgoznak a szakértők, majd a kerületekkel egyeztetnek, illetve ezekről is megkérdezik a lakók véleményét, mielőtt eldőlne az Aquincum híd sorsa. A mai naptól újra igényelhető volt az állami támogatás az elektromos autók vásárlásához. Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárának bejelentését követően alig 2 órán belül kimerült az ehhez biztosított állami forrás. A támogatási összeg felső határa az autók méretétől és árától függően 1,5 vagy 2,5 millió forint. A korábbiakban már 5,8 milliárd forintnyi keretösszeggel támogattuk az elektromos közlekedés elterjedését, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon ma már több mint 25 ezer zöld rendszámos gépjármű van forgalomban. Eddig több mint 4400 elektromos kerékpárhoz, 475 elektromos robogóhoz és több mint 1500 elektromos autó beszerzéséhez adtunk támogatást. És mindemellett fut még egy program, ami nagyon fontos számunkra, ez a zöld buszprogram, ami jelenleg egy demonstrációs fázisban lévő program, ami lehetővé teszi, hogy vidéki nagyvárosokban az utazóközönség elektromos buszokat próbáljon ki. Új állami viszontgarancia is segítheti a gazdaság újraindítását, ezt a pénzügyi tárca közölte a távirati irodával. A vállalkozásokat támogató programok bővítésére tett pénzügyminisztériumi javaslat a beruházási és fejlesztési célú finanszírozások mellé tenne állami garanciát. Ha az országgyűlés is megszavazza a javaslatot, akkor a vállalkozások méretétől függetlenül olyan új állami viszontgarancia jönne létre, amely a felvett hitelek 85%-ára vállal állami helytállást. Egy 33 millió forintos rablást derítettek fel a fővárosi nyomozók. Tavaly decemberben 4 símaszkos támadó először gázsprével lefújta, majd többször megverte és kirabolta áldozatát. Az első kerületi cég vezetőnél éppen a dolgozóinak szánt fizetés volt, vagyis mintegy 33 millió forint készpénz. A budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói az egyik támadót Monoron, a másik 2 pedig Győrben kapták el, a bíróság azóta letartóztatta őket. A 4. társukat még körözik. A valószínűleg a lopott pénzből vett motort, autóverseny szimulátort és más értékeket a fővárosi nyomozók lefoglalták. Mosolytáska néven indított jótékonysági iskolatáska gyűjtő akciót a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A kezdeményezés célja, hogy a rászoruló gyermekeknek minden szükséges iskolai eszközük, felszerelésük meglegyen az új tanévre. Íróeszközök, iskolaszerek, táskák és azokban egyéb meglepetések, mindezt adományként. Mosolytáska néven indított akciót a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, hogy minden rászoruló gyermeknek teljes iskolai felszereltséggel indulhasson el a következő tanév. Azoknak a családoknak vagy tanulóknak, akik szeretnének részt venni a kezdeményezésben, nincs más dolguk, mint kitisztítani a már nem használt, de még jó állapotban lévő iskolatáskákat, és leadni azt a saját iskolájukban. Ebbe belerakhatják azokat a tanszereket is, amik még megmaradtak, jó állapotúak, ceruzák, tollak, színesek, üres füzetek, és ezeket a táskákat az iskolában hagyják, és akkor vagy az együttműködő partnerünk a GLS szállítja el az iskolákból, vagy pedig mi magunk munkatársak megyünk érte, vagy önkéntesek segítségével hozzuk el a táskákat. Itt a nem csak általános iskolák csatlakozhatnak az akcióhoz, hanem például a 2. kerületben a Szabó Lőrinc kéttannyelvű gimnázium is csatlakozott ehhez az akcióhoz, ott is külön gyűjtik a táskákat, és amikor a diákok leadták, akkor elszállítjuk majd ezt az összegyűlt mennyiséget. Az iskolatáskákat június 23-áig gyűjthetik a tanulók, és az akció önkéntesei augusztusban osztják majd ki azokat a rászoruló gyermekeknek. Azt kérjük a diákoktól, hogy a táskákat egy kis üzenettel is lássák el, vagy tegyenek bele egy üzenetet, amit annak küldenek, aki ezt majd kapni fogja, illetve hát a tanszerek alapján látjuk, hogy milyen korosztálynak tudjuk ezt adni. Azért fontos, hogy legyen idő az összegyűjtés után a kiosztásig, hogy ezeket minden egyes adományt át fogunk válogatni, szortírozzuk a tanszereket, és
úgy fog eljutni a megfelelő helyre. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálata Pont Velem Okos programmal együttműködve indította el a Mosolytáska akciót, a karácsony előtti Mosolymanók cipős doboz akció sikerére alapozva, amely során az elmúlt 5 évben összesen több mint 36 ezer gyermeknek készítettek karácsonyi ajándékcsomagot a kortársaik. Az volt a tapasztalatunk, hogy az iskolatáskákra is nagyon nagy szükség van, amik nyilván nem karácsonykor van ennek itt az ideje, hanem a tanév végén, illetve hát az új tanév kezdetekor, de erre szükség van a rászoruló családoknak, hogy eljuttassuk ezeket a táskákat, és így jött az együttműködés, hogy a Pont Velemnek megvan a kapcsolata, élő kapcsolata több ezer iskolával Magyarországon, és ők segítettek ebbe, hogy az iskolatáskákat már a tanév végén begyűjthessük, hogy aztán majd az új tanévre ki is tudjuk osztani a megfelelő helyre. A Mosolytáska akció, amellett, hogy a segítségnyújtásra és az önkénteskedés fontosságára hívja fel a diákok figyelmét, a környezettudatosságot is erősíteni kívánja bennük. Hiszen azok a tárgyak, amikre egyeseknek már nincsen szükségük, másnak nagy segítséget jelenthetnek, és így a pazarlás is megelőzhető, tette hozzá Bognár László. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Felső Krisztina Városi Gitáros Együttes, ami az utóbbi időben már egy több hangszerből és szólamból álló zenekarrá nőtte ki magát, így fuvala, hegedű és cselló is színesítette a születésnapi egyházi könnyűzenei előadást. Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez nekem! Uram, irgalmaz, szent titok! Többek között ezekkel a saját szerzeményekkel vette kezdetét a Felső Krisztina Városi Gitáros Együttes születésnapi koncertje. A fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Felső Krisztina Városi Keresztelő Szent János Plébánia gitáros zenekar egyházi könnyűzenei előadásaival fontos szerepet tölt be az egyházközösség életében, mondta el Pákozdi István plébános. Azt tiszteljük bennük talán leginkább, hogy nem az emberek szórakoztatására jött létre ez a csoportosulás, ez a zenekar, énekkar, hanem elsősorban az Isten tiszteletére. És ez meglátszik, meghallatszik minden egyes számukon, minden egyes megjelenésükön, akkor is, ha lagziba hívják őket, vagy valamilyen társas összetalálkozásra, hogy elsősorban az oltár mellett nőttek föl. A hit és egy-egy ilyen közösség átsegíti az embereket a nehéz időszakokon, és ehhez nyújt segítséget immár 30 éve az együttes is, hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár és hozzátette, a vallásos könnyűzene támogatására 3 évvel ezelőtt elindított pályázat sikere is azt bizonyítja, hogy nagy szükség van erre a zenei műfajra, világra. 3 évvel ezelőtt kiírtuk azt a pályázatot, amire nem gondoltunk, hogy akkora sikere lesz, mint amekkora. Első évben 550 millió forint, tavaly 600, idén is 600 millió forint. Idén 4-szeres a jelentkezés. Ez mutatja azt, hogy az egyházi zenére, egyházi könnyűzenére óriási nagy szükség van. A gitáros együttes az utóbbi időben már egy több hangszerből és szólamból álló zenekarrá nőtte ki magát, így fuvola, hegedű, cselló vagy szaxofon is kiegészíti és színesíti a zenei előadásokat. Az elmúlt 30 évben több mint 120-an játszottak az együttesben, ám a generációváltások nem törik meg a zenészek lendületét és elhivatottságát, inkább egy egyre bővülő családként értelmezik az együttest. Itt mögöttünk már ketten is ülnek a zenekarban, akiknek a szülei itt játszottak, és akkor egyébként itt kötöttek házasságot, hogy együttesen belül született ez a házasság, és akkor az ő gyermekeik is, miután megkaptak egy alapfokú zenei képzést, a saját hangszerükön csatlakoztak az együtteshez. A közönség tagjai is már-már barátokként köszöntik egymást a fellépések alkalmával. Az elmúlt 30 évnek emellett igen gazdag öröksége is van, tette hozzá az együttes vezető. Született egy lemezünk, saját lemezünk is 2003-ban, 19 számot tartalmaz. Azóta is születtek új dalok, azokat is játsszuk folyamatosan.
és játsszuk természetesen a mondjuk így nagyöregeknek, és ilyen Borka Zsolt, aki szintén ma vendégünk, és vele is közösen fogunk játszani, vagy Gável András a fiatalabb generációban, vele is fogunk közösen játszani. Tőlük is átveszük ezeket a dalokat, és hát folyamatosan próbáljuk az aktuális trendnek megfelelően mi is bővíteni a repertoárunkat. Habár az együttes számait már nagyon sok együttes játsza, és egyre népszerűbbek, mégis az oltár melletti szolgálatukat tartják a legfontosabbnak a továbbiakban is, hangsúlyozta Hernádi Balázs. Új kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Pálosok című tárlat a szerzetes rend múltját, jelenét és táblatait mutatja be az érdeklődőknek. Többek között kárpát-medencei kolostoroknál fellelt régészeti leletek, arany ezüst liturgikus tárgyak és kora újkori nyomtatványok mentén. Emellett számos szobor, festmény és metszet segít megismerni az egyetlen pápai jóváhagyással működő magyar alapítású férfi szerzetes rendet. Riportjainkat és híreinket visszanézhetik honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!